Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden PPH, Honortrade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Barta Tusek Nébolya vagyok, PPH igazgató. Barta Tusek János vagyok, szintén PPH igazgató. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom, eredendő civil foglalkozásom, én kereskedelmit végeztem. Ma már viszont a PPH tanulói csapat szervezése a fő tevékenységünk. Mi Gyulán élünk, házasságban van egy 14 éves kislányunk. Én annak idején, ez már most már 7 éve lesz, hogy elkezdtem a Nyílt Akadémiánál tanulni. Igazából nálunk a párom kezdte el először, és utána láttam azt, hogy ami itt van, tanítás, és aki tanít, nekem ő az a ember, aki láttam, hogy olyan lehetőséget ad és nyújt nekünk, amivel egy olyan életet tudok élni, amire mindig is vágytam. Azon kívül, hogy tényleg szeretetben, boldogságban, de olyan tudáshoz jutottam, ami a mai világban egy használható és nagyon fontos. Hát azt lehet mondani ugye erre a tudásra, hogy ha jobban akarsz élni, akkor kikerülhetetlen. Ezt a szót lehet rá használni, hogy szeretnél egy kicsit tájékozódni arról, hogy miért viszik ennyire rossz irányba az egész világot, akkor ide kell gyere, és itt kell tanulja a Szedlacsik Miklósnál, mert nála jobban ezt a helyzetet senki nem tudja kielemezni, és hozzáadni tanácsokat, hogy csinálhatnád jobban. És hogy lehetne ez a te életedben is jobb, mint ahogy a feleségem mondta, mi 7 éve vagyunk itt, ugyanúgy kezdtem el, mint bárki más, találtam egy PPH-s hirdetést, és rákattintottam, és beregisztráltam, így kezdődött az egész, megismerkedtünk Szedlacsik Miklóssal. Ennek már 7 éve. Azóta a tanácsai, az ismeretség és a beszélgetések miatt, vagy okán egy teljesen más életünk lett, ezt így lehet mondani. Bátran ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki magát egy ilyen úton. Egy valamit veszített az egóját. Azt fog majd szembeállni, amikor haladni akar, semmi más, nem kívülről fog jönni. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadunk egy olyan vezető, akinek a tudása, képessége, tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy még miben egyedülálló mi vezetőnk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen élt el a szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység volt. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki minden napokban használó tudás terén a legtöbb információ átadásra képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Vezetőnk küldetése, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócs, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést nekünk. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. És nézzük, milyen világban élünk. Tehát hova felé halad a világ, és mi felé kellene, hogy haladjon. Nem tudom, mennyire tudjátok azt, hogy van egy olyan törekvés, most már lassan azt lehet mondani, évszázadok óta. Tehát hogy lehet évszázadok óta valamilyen törekvés? Hát csak úgy, hogy dinasztiák törekednek valamire. Tehát ami azt jelenti, hogy ez a törekvés, ez szülőről gyerekre adományozódik, hát úgy, ahogy mondjuk a királyoknál adományozódott a hatalom. Tehát van a Földön
Azt gondolna az ember, hogy, országokat irányítják, sőt vannak olyan országok, amit még királyok irányítanak, de igazából van 13 család. Ez a 13 család, ezek ilyen nevek, hogy Rothschild, meg Morgan, meg Warburg, meg Rockefeller, meg Habsburg, meg Windsor, szóval ilyen családok, és van 13, de ez gyakorlatilag úgy ismert családok. Ők gyakorlatilag a világ vezető családjai. Ez alatt a hierarchiában, tehát ők vannak a csúcson, és tehát az egész világ társadalmi felépítése, az akármilyen hihetetlen, az egy piramis. És a lakosság van a piramis alján. Jó? De ez nem sokszintű piramis, nehogy félreértsd. És a piramis csúcsa az a 13 családból egy család, és annak is a feje, az pedig a Rothschild családnak a feje. És a 13 család, közvetlen 13 család alatt kb. 300 további család van, ilyen nevek, hogy Bush család, akkor Earl Grey család, meg ilyenek. Earl Grey az ugye az a ter. A Kennedy az a 13 családban van. Jó, tehát lényeg az, hogy, ez a valamivel több mint 300 család, ez mondhatjuk azt, hogy csak nem nagyobb vagyonnal rendelkezik, vagy közel akkora vagyonnal rendelkezik, mint az egész emberiség. Érted? Na most, és ugye mivel irdatlan nagy vagyonuk van, ezáltal ugye hát nagyon nagy félelmeik vannak, mert sok vesztenivalójuk van. Ezért ugye már hát azt lehet mondani, hogy évszázadok óta, tehát törekednek arra, hogy szépen lassan átalakítsák az emberiséget olyanná, aki elfogad egy bolygószintű központi irányítást. Tehát egy bolygószintű központi irányítást. Tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy központból legyen irányítva az egész bolygó, tehát ne legyenek olyan, hogy népek, nemzetek, tehát semmi. Ez nyilván, ezt aki kidolgozta, ez nem most volt, ez még az 1800-as években, azért mondom, hogy most már ugye jóval több mint 100 éve van olyan törekvés, hogy haladni afelé, hogy ezt meg lehessen valósítani. És nyilván azért, hogy ők biztonságban érezzék magukat. És lényeg az, hogy hogy lehet központilag irányítani valamit, hát csak diktatórikusan, sehogy másként. Tehát ami azt jelenti, hogy parancsuralmi rendszer révén kialakítva tudnák ezt megvalósítani. Tehát most gondold végig, országok éltek diktatúrában, most az egész bolygóra vonatkozó diktatúrát terveznek réges-régóta, és ezt adják tovább, hát elsősorban nyilván apáról fiúra, de ugye a lányok is ebben természetesen be vannak vonva. És akkor ugye ők lennének a világ urai, természetesen ugye ez a 13 család elsősorban, és egyébként már fel van osztva a világ ekközt a 13 család között. Szóval a lényeg az, hogy, de most még csak ugye érdekszférákra van felosztva. Mi például a Rothschildokhoz tartozunk, az oroszok például a Romanovokhoz tartoznak,
ugye régen is oda tartoztak, azt a Romanovok visszaszerezték a Putyin révén ugye a hatalmat, ugye Oroszország fölött. Például a Rockefellerek azok, Észak-Amerika, jó, tehát szépen így föl van osztva a világ. És lényeg, hogy van egy ilyen törekvés, tehát azért gondold végig, ugye vannak még olyan emberek, élnek még a világban, akik jelenleg diktatúrában élnek, és itt Magyarországon is élnek olyan emberek, meg a szomszédos országokban is élnek olyan emberek, akik diktatúrában éltek valamikor. Nem, még az ő életükben természetesen. És hát a diktatúra az azért annyira nem jó. De mint kiderült, ugye a demokrácia sem jó annyira. Mert hát ha megnézed a demokráciát, hány ember választ egyet, és utána hány embert vezet az az egy ember? Hát itt ezrek választanak egyet. Tehát van egy normális felépítése egy társadalomnak. Az pedig azt jelenti, hogy egy ember hatékonyan hat embert tud vezetni. Tehát egy ember hatékonyan hat embert tud vezetni. Ha már hetet vezet, az nem hatékony. Vagy ha kevesebbet vezet, nem hatékony. Miért? Tehát ha kevesebbet vezet, azért nem hatékony, mert sok energiája marad, feles energiája, minél kevesebbet vezet, annál több feles energiája marad. Ha pedig többet vezet, akkor pedig nem marad figyelme azokra az emberekre, kellő figyelme, mert túl sok embert vezet. Most gondold végig, a demokráciában egy ember ezreket vezet. Tehát ha valaki ismeri ezeket az elveket, akkor azt jól tudhatta előre, hogy a demokrácia emiatt előbb-utóbb megbukik. Tehát előbb-utóbb leáldozik a demokráciának. Na most a diktatúra sem jó, mert ott se sokkal jobb a helyzet, ott meg még rosszabb a helyzet, mert mondhatjuk azt, hogy még kevesebb ember vezet, és ezáltal még igazságtalanabb az egész rendszer. Tehát van egy olyan fajta működés, amit fent gyakorolnak, az égiek gyakorolják, és képzeljétek el, az a világegyetemben rengeteg, tehát nem 8 milliárd lény van, hanem ugye sokkal több, tehát ami azt jelenti, hogy mi része vagyunk egy fenti társadalomnak, mi emberek része vagyunk, és ugye mi nekünk saját működésünk van itt a bolygón, mondhatjuk azt, hogy sajátos működésünk van itt a bolygón, de akikhez tartozunk, mint isteni lények, azok egészen a teremtőig hierarchiában vannak rendezve, és 7 szintű hierarchiában vannak rendezve, mindössze 7 szintű. És a hierarchia azt jelenti, hogy ugye úgy alakulnak ki az emberekhez hatékony működés, hogyha 6 ember választana egy hetediket. Majd az a kiválasztott emberek szintén 6-an választanának egyet.
és akkor ez így szépen menne, addig, míg végül maradna egy ember. Ezt úgy hívják, hogy hierarchikus felépítés, tehát hierarchia. Tehát nem demokrácia, nem diktatúra, hanem hierarchia. És az azt jelenti, hogy az a hat ember nyilván ismeri azt, ismerik egymást, illetve hét ember. Tehát hét ember választ maguk közül egyet, az imént rosszul mondtam, tehát hét ember. Azért ugye válasszák meg a hatan azt az egyet, de hát nyilván ő is választ, a hetedik ember. Tehát hét ember választ egyet, és nyilván mivel ismerik egymást, ezért maguk közül kiválasztják a legjobbat. Majd ugye ők is megismerik egymást, a további hét, és azok közül kiválasztanak egyet. Na most ez azt jelenti, hogy nem lutrit választanak, mint mondjuk a demokráciában. Ugye a diktatúrában egyszerűen ilyen önjelölt vezetők lettek, akiket nem választott a nép, hanem ők kiválasztották magukat. A demokráciában ugye látszólag a nép választ, de mi közül választ? Olyan emberek közül, akiket nem ismer. Tehát nem ismer. Legalábbis személyesen nem ismer. Tehát ezért nem tudja, hogy most rossz lóra tesz, vagy sem. Na most a hierarchiában mindenki csak akkor választhat, a hét ember akkor választhat egyet, ha azt a hét ember megismeri egymást. És akkor kiválasztják azt, amit leginkább alkalmasnak tartanak arra, hogy ő is majd csináljon egy kiválasztást. Oké? Tehát gondold végig, a jövő társadalmi formája az nem a diktatúra kellene, hogy legyen, hanem a hierarchia. Oké? És ettől a bolygó még nagyon-nagyon messze van. Tehát egy olyan világban élünk, ahol van egy törekvés, egy hatalomnak a törekvése, ez egy hatalmi törekvés, ahol gyakorlatilag olyan 7000 emberről beszélünk, ennél a 300 valahány családnál, 7000 ember, és ez a 7000 ember uralja a világot, illetve a földet. Tehát most akkor gondold végig, 7000 ember ural 8 milliárdat, mondjuk egyszerűbb számolni, azt mondjuk, hogy 8000 ura 8 milliárdat, akkor mennyi? Egy ember hány embert ural? Ezret? Jól számolok? Vagy százezret? Százezret, nem? Igen, 8000, 8 milliárdat, akkor százezret. Egy ember százezret uralna. A diktatúrákban működnek ezek a számok, érted? Teljes egészében. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag uralkodik egy ember százezer ember fölött. Sőt, ugye 8000, az akkor 1 millió, bocsánat. 1 millió, nem is 100 000. 1 millió fölött. Tehát 8000 ember egyesével, minden egyes ember 1 millió ember felett uralkodna, ha az bevezetik. Érted? Az talán a Földön még nem volt olyan diktatúra, ahol 1 millió emberen uralkodott egy ember. Talán olyan nem volt még. És az emberiség szépen e felé megy. Ehhez az kell, hogy ezt meg tudják valósítani, csak hogy tiszta és világos legyen, hogy az embereknek a hangulatát a jó alacsonyra kell levinni, kell nekik inkább úgy mondanom levinni, és ha jó alacsony szintre levitték, milyen alacsony szintre kell levinni? Hát nyilvánvaló, hogy arra a szintre kell levinni, ahol már nincs ellenállás. Tehát nincs ellenállás. Melyik szintől nincs ellenállás? Ez a félelem szint.
Tehát leviszik az embereket minimum félelem szintre, a tömegeket, és akkor onnantól kezdve megszűnik az ellenállás, és mivel az emberek félnek, tehát elérik azt, hogy féljenek, és annak a része az, hogy ha egy ember fél, akkor segítségre szorul, segítséget kér, és olyan segítséget fognak kérni, hogy segítsenek nekik a hatalmon lévők, hogy ne féljenek, de ezért inkább lemondanak a szabadságukról. Világos ez? Jó? Tehát ugye a diktatúrában az azt jelenti, hogy úgy működne minden, hogy bármit csinálnál, az kontrollált lenne. Akár olyan szinten, hogy ráülsz a WC-re, és ott is kontroll alatt lennél. Érted? Nem tudom, tudjátok-e, hogy hogy működnek a tévék. Tehát nekem van egy olyan ismerősöm, aki igaz, hogy az elmúlt 20 évben már nem beszéltem vele, vagy 15 évben, de a kémelhárításban dolgozott. És elmesélte azt, hogy 90-es években mesélt róla, hogy úgy csinálták már meg akkor a tévéket, hogy a LED, az a tévében világító LED, az kameraként működjön. Érted? Tehát kameraként működjön. Most ezt így gyártották a 90-es években a tévéket, hogy a LED az kameraként működjön, akkor szerinted most hogy gyártják a tévéket? Oké? Ráadásul már ugye az új tévék még wifi-sek is. Érted? Na most ugye pont a 90-es években voltunk egy rendezvényen, és ugye én a 90-es évek elejétől már rendezvényeket szervezek, ugye PPS rendezvényeket, és voltunk egy szállodába. És ott volt egy tanuló, aki ugye rendszeresen járt rendezvényekre, és ő volt egyébként annak a hotelnek az igazgatója. Tehát egy hotel igazgató volt az egyik, hát akkor nem tanulónak hívtuk, hanem munkatársunknak. És ezáltal a hotel igazgató, nála volt rendezvényünk éppen, és megmutatta az egyik szobát, ahol ugye monitorok voltak. És a monitorral meg tudott figyelni dolgokat. Ugye a szállodában. És nem láttál egy kamerát se. Sehol nem volt egy kamera se. És mégis meg tudta figyelni. Ugyanis a mozgásérzékelők úgy működtek, hogy mind kameraként működött. Az összes mozgásérzékelő olyan volt, hogy mind kameraként működött. Tehát erről én meggyőződtem. Nem mondtam neki, hogy hol vannak a kamerák, egy kamerát se látok. És mutatta, hogy az összes mozgásérzékelő az kameraként működött. Érted? Jó, tehát lényeg az, hogy ez már a 90-es években így működött. Gondold végig, azóta eltelt mennyi év? Hát lassan 30 év. Érted? Hát lassan 30 év, ilyen 25 legalább. Érted? És azóta mennyit fejlődött a technika? Tehát ott, ahol mozgásérzékelő volt felszerelve, azt ő látta a monitoron, hogy ott mi történik. Világos az? Jó, tehát egy olyan világban élünk, ahol ugye szépen afelé haladnak, hogy mindent megfigyeljenek.
tehát mindent. A legszívesebben még azt is megfigyelnék, hogy hogyan gondolkodsz. Érted? És ha nem tetszik a gondolkodásod, akkor mondjuk egy mozdulattal kiiktassanak. Érted? És akkor meghaltál természetes halálban. Tehát egy ilyen világ felé akarják, hogy haladjunk. Érted? És akkor nézzük meg, hogy ezzel szemben mi mit szeretnénk. Tehát ugye, ha ezt megnézed, azt a világot, amit ugye a hatalmon lévő emberek szeretnének, azt azt jelenteni, hogy egy elnyomó világ. És ugye csináltak most ebben a két évben ilyen kisebb főpróbákat, ha megnézed. Ezek ilyen főpróbák, hogy meddig lehet az embereknél elmenni. Érted? És akkor lehet látni, hogy a túlnyomó többségnél bármeddig el lehet menni. És ugye az is egy teszt volt, hogy a lakosság vajon beadott-e magának oltást. Mire teszt? Arra, hogy majd oltással beadjanak neki, hogy hívják ott? Hát várjál, nem azt mondanám, hogy csippet, hanem olyat, ami hely meghatározó. Tehát egy... Így van, így van. Tehát egy olyat, ami nem csak hely meghatározó, nyilván ennél többet is tud, de hogy vajon, hogy mennyire lesznek erre nyitottak az emberek, hogy oltást kapjanak, bármit, bármilyen oltást. Tehát olyan oltást, amiről azt sem tudták, hogy mi van benne. Érted? És ez ha megnézed, a lakosság 60-70%-a az alkalmas arra, hogy bármire rábeszéljék őket. Világos ez? Tehát erre kipróbálták azt, hogy ez működik? Működik. Jó? Kipróbálták, ez a két éves teszt arra is jó volt, hogy a médián keresztül milyen gyorsan lehet az emberek gondolkodását átalakítani. És kiderült, hogy gyakorlatilag pár hét alatt. Érted? Ezt is letesztelték, mert még ilyen tesztek nem voltak az elmúlt évtizedekben, hogy társadalmi szinten kipróbálják ezeket a dolgokat. És kipróbálták, és látni, hogy működik. És méghozzá ugye a társadalom nagy részét gyakorlatilag pár hét alatt át lehetett manipulálni. A gondolkodását meg lehetett változtatni. Még az olyan embereikét is, akire azt gondolta volna, hogy ó, hát az övét nem, és mégis. Szóval a lényeg az, hogy megyünk egy ilyen világ felé, egy ilyen szép csodás világ felé, és ennek az iránya az, ugye ezt én már régen mondom, hogy gazdaságilag el kell szegényíteni a népet. Oké? De nem lehet csak úgy elszegényíteni, mert ugye van egy ilyen mondás, hogy az ember addig hallgat, míg tele a hasa. És de egy félelemben lévő ember akkor is hallgat, ha üres a hasa. Érted? Tehát ahhoz, hogy egy ember ne hallgasson, és nincs tele a hasa, érted? Ahhoz jobb hangulatba kell lenni, mint félelem. De az embereknek a hangulatát, a társadalom nagy részének a hangulatát leviszik félelemre, vagy az alá, akkor onnantól kezdve már akkor sem hallatja a hangját, ha üres a hasa. Érted? És az azt jelenti, hogy ugye ez a két dolog olyan szinten párhuzamosan működtetik, hogy ugye a félelemkeltés halad elől, és utána megy a gazdasági elszegényítés. Érted? Mert óvatosan kell csinálniuk, hogy nehogy a gazdasági elszegényítés hamarabb legyen, mint a félelemkeltés, mert akkor ugye annak az a baja, hogy az emberek hallatják akkor a hangjukat. Érted? És először tehát
ugye el kell érni, hogy féljenek, és utána lehet gazdasági elszegényítést csinálni. Miért kell a gazdasági elszegényítés? Hogy abszolút függőségbe kerüljenek az emberek. Világos ez? Tehát ehhez szükséges az, hogy minél jobban eladósítsák a társadalmat, tehát nem véletlenül, hiába van egy gazdasági negatív helyzet most már 2017 óta, csak úgy mondanám, mert én figyelem, és 17 óta már mesterségesen tartják fönn az emberek életszínvonalát, tehát mesterségesen tartják fönn az emberek életszínvonalát, 17. szeptemberben tűnt ez föl először, és ugye azóta folyamatosan ugye megvan az, hogy gazdasági romlás, csak ugye nem jelentkezett ez csak 2020 év elejétől, ugye márciustól, amikor rá lehetett fogni a Covid-ra, illetve a Covid volt az indok a gazdasági összeomlásnak. És lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogy ugye ezt a gazdasági élethelyzetet, amit ugye alakítanak ki, hogy egyre rosszabb legyen a gazdasági helyzet, ez gyakorlatilag, tehát ugye hogy tudják ezt elérni? Tehát ugye két dolog kell hozzá, az egyik az, hogy az emberek adósodjanak el, több legyen a hitelük, mint a vagyonuk, mert akkor szegényebbek a templom megerénél, ez az egyik. A másik pedig, hogyha az emberek rossz hangulatúak, minél rosszabb hangulatúak, annál inkább nem akarnak dolgozni. Világos ez? És ez azt jelenti, mert minél jobb hangulatú egy ember, annál dolgosabb. Világos ez? Ez most mindegy, hogy fizikai vagy szellemi munka. Érted? Mert van, aki jobban szereti a fizikai munkát, van, aki jobban szereti a szellemi munkát, de minél jobb állapotban van valaki, annál dolgosabb. Minél rosszabb állapotban van, annál kevésbé dolgos. És ugye elérik a rossz állapottal, rossz hangulattal, hogy az emberek ne dolgozzanak, és maga ez a két dolog, az eladósítás, és hogy az emberek nem akarnak dolgozni, hozza létre a gazdasági válságot. Világos ez? Tehát ez a két dolog. Jó? Tehát még azok sem akarnak dolgozni igazából, mondhatjuk azt, hogy nem szeretnek dolgozni, akik fiatalok, és az lenne a dolguk, hogy dolgozzanak. Érted? Tehát lényeg az, hogy ha azt nézed, hogy mondjuk generációs szinten, és azt hallod, hogy mi dolgosabbak voltunk, mint ti, mondja valaki, sőt a nagyszüleink még dolgosabbak voltak, miért? Mert sokkal jobb állapotban voltak a nagyszülők, de a szüleink is sokkal jobb állapotban voltak, és akkor így mehetünk tovább, és a fiatal korosztály pedig hát elég gázos állapotban van ahhoz képest, amilyen mondjuk 50 évvel ezelőtt volt a fiatal korosztály. Érted? Tehát nem a gyerekekről beszélek, hanem az akkori 20-30 évesekről beszélek. És a mostani 20-30 évesek sokkal, de sokkal rosszabb hangulatban vannak, mint 50 évvel ezelőtt a 20-30 évesek. Világos ez? És azért voltak dolgosabbak, sokkal az emberek régen, mert sokkal jobb állapotban voltak. Világos ez? Tehát most megnézem a saját családomat, ugye mi az átlaghoz képest azért jóval jobb hangulatban vagyunk, és az átlaghoz képest sokkal, de sokkal többet tudunk dolgozni. Tehát ami azt jelenti, hogy képesek vagyunk arra, hogy rendszeresen napi szinten akár 10 órákat dolgozzunk. Érted? És minél rosszabb állapotú az ember, annál hamarabb elfárad. Világos ez? Annál kevesebb az energiája, annál kevesebb energiát kap. Jó?
Tehát nem fiatalok, nem kevésbé dolgosak vagytok, mint a régiek voltak, hanem rosszabb átlagosan a hangulatotok. Világos ez? Ha te vagy a tisztelt a kivételnek, akkor az jó dolog, hogyha te kivétel vagy. Jó, szóval a lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol szépen elérik azt, hogy legyen egy gazdasági összeomlás, ezáltal az emberek ugye anyagi gondokba, óriási anyagi gondba kerüljenek, akkor be tudják vezetni azt, hogy a társadalom nagy része az segélyből éljen, ehhez el tudják venni a vagyonát, érted? Cserébe, ez a csere, hogy akkor kap valaki segélyt, hogyha odaadja a vagyonát, ha van természetesen. És így teljes kiszolgáltatottság felé hajtják a társadalmat. Csak az a baj, hogy van itt egy dátum, tudod? És ez a dátum a következő. 2035. Ugyanis 2035-re ezen a bolygón aranykornak kellene lenni. Ami annyit jelent, hogy minél jobban haladunk afelé, amit szeretnének megvalósítani a Földön lévő, a hatalmon lévő emberek, akik nem a fentiekkel vannak kapcsolatban, hanem gonosz lényekkel vannak kapcsolatban, tehát a mi viszonylatunkban gonosz lények, és azok így akarják megszerezni a bolygót és a naprendszert, csak úgy mondanám, ezek a gonosz lények. És lényeg az, hogy az a baj, hogy ugye ők ugyan itt vannak a Földön, itt vannak a Földben ezek a gonosz lények, de nem az övéké a Föld, és nem az övéké a naprendszer, hanem azoké, ahonnan jöttünk, mint lelkek. Oké? Magas rezgésű, tehát viszonylag magas rezgésű lények. Olyan lények, akik ugye szellemlények, és a testüket nem úgy használják, mint ahogy mi használjuk, hanem csak eszköznek használják. És ugye a lentiek is úgy működnek egyébként, hogy a testüket csak eszköznek használják. És ugye a fentiek, ehhez tartozunk, a fenti társadalomhoz tartozunk mi, tehát maga a naprendszer az övéké, és a földbolygó is az övéké, ők nem akarják átadni a földben élő gonosz lényeknek a földet és a naprendszert, ezért hajlandóak arra, hogyha 2035-re itt nem lesz aranykor, akkor úgy, ahogy van, az egész emberiségre rárobbantják a bolygót, úgy, ahogy van, utána összefogdossák a lelkeket, és viszik egy olyan bolygóra, ami az univerzum szélén van, már készen van egyébként az a bolygó, betelepülésre kész, csak az a baj, hogy egy ilyen bolygó betelepülés az körülbelül 100 családdal indul. És gondoljátok végig, hogy a szaporodás véget 100 családból mikor lesz 8 milliárd? Ugye főleg kezdetben, mikor iszonyú nagy a halandóság, és iszonyú rövid az élettartam a betegségek és egyéb dolgok miatt. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy mondjuk amikor nincs védelem, nincs orvostudomány, tehát természetből fakadó orvostudomány se, mondjuk szül egy anya 15-20 gyereket, az jó, ha 5 felnőtt lesz belőle, vagy 6, érted? A többi nem éli meg a felnőtt kort. És akkor gondold végig, hogy mikor lesz az, hogy abból ismét lesz 8 milliárd. Oké? Tehát elérték már azt, ugye elkezdték ezt több mint 2000 éve, hogy az embereket tudatlanságba taszítsák, ezt elkezdték,
Tehát szisztematikusan csinálják ezeket a dolgokat. Nem véletlenül volt sötét középkor is, ami azt jelenti, hogy ott is ugye még inkább tudatlanságba próbálták betaszítani az embereket. És ez miért csinálták ezt? Hát hogy végig csinálják azt a fajta folyamatot, hogy végül az emberiség révén megszerezzék mondjuk a bolygót. Tehát gondold végig, itt vannak a technika, a fejlett technika. A fejlett technikát nem a fentiektől kapják az emberek, hanem a lentiektől. A fentiek is adnak fejlett technikát, csak védekezési célzattal. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy azért adják a lentiek a fejlett technikát az emberiség kezébe, hogy utána az emberiséget felhasználják eszközként a harcban. Világos ez? Ez nem fantázia, ezeket tudom, hogy így van, mert ezekről az információkról ugye én szoktam tájékoztatást kapni. Jó? Tehát ezek az információk, ezek nem feltételezések, hanem ez egy terv. Oké? Tehát terv az emberek részéről, akiket manipulálnak a lentiek, ugye a hatalmon lévő, ez a 7000 emberről beszélek, körülbelül a lentiek is kb. Ennyien vannak mindössze, oké? Nem többen, és most képzeld el, 7000-8000 lény meg akarja szerezni a bolygót és a naprendszert, érted? Nevetséges. Szóval a lényeg az, hogy ugye itt vagyunk mi, emberek, és nem azért születtünk, hogy ne tudjuk azt, hogy miért születtünk. Tehát ugye 2000 éve dolgoznak, több mint 2000 éve dolgoznak azon, hogy az ember ne tudja azt, hogy miért, mi a szerepe itt a Földön emberként. És az emberek tudják, mondjuk iskolás korban megtanulják, hogy ő miért van itt a bolygón. Valamelyik vallás tanítja, hogy miért van itt maga az egyén itt a bolygón. Tehát nem azt jelenti, hogy társadalom miért van itt, hanem maga az a személy. Az A, meg a B, meg a C, meg a D, meg a stb. Oké? Miért van itt? Mert ugye mindenkinek van egy személyes küldetése, amiért leszületett. Mindenkinek. És nem magadért van a küldetésed, ami érdekes, hanem másokért van a küldetésed. Érted? Tehát a küldetés az mindig egy olyan dolog, a küldetés, amiért leszülettünk, de soha nem magadról szól a küldetésed. A dolgod, a feladatod az magadról szól, meg a személyiséged az magadról szól, de a küldetésed az nem. A küldetésed az mindig másokról szól. Tehát képzeld el, leszületik egy ember másokért. Hú, de érdekes. A küldetése ugyanis másokról szól. Ehhez képest a legtöbb emberben az ego az uralkodó energia. Érted? Az ego pedig azt jelenti, hogy én. És akkor elmondtam 8-szor azt, hogy én, akkor talán 9-re valaki más. Érted? Szóval a lényeg az, hogy annak idején, amíg nem dolgoztak azon, hogy az emberiség tudatlan legyen, az mondom 2000-valahány száz év óta dolgoznak ezen, hogy az emberek tudatlanok legyen, akkor leszületett egy ember, és tudta, hogy mi a küldetése. És ha egy ember teljesítette a küldetését, akkor tudod, mi volt a jutalma? Az volt a jutalma, hogy visszamehetett a felső létformába. Érted? Tehát ahonnan jött, oda visszakerülhetett. Ez volt a jutalom. És most is ez lenne a jutalom, ha te teljesítenéd a küldetésedet, akkor visszakerülhetnél a felső létformába.
De ugye segítséget adtak a múltban, hogy ezt hogy lehet megcsinálni. Tehát például az ókorban a társadalom fejlettebb volt, mint most. Nézd meg, az ókorban sokkal nagyobb technikát igénylő építményeket építettek, mint most. Érted? Tehát most, tehát az ókorban építettek olyan építményeket, amit most nem tudnának megépíteni. Érted? Gondold végig, hogy például hatalmas kőtömböket úgy össze tudtak rakni, hogy nem folyt át rajta a víz. És nem volt köztük kötőanyag. Na erre varják gombot. Most csinálják ezt meg. Gondold végig, csinálnak egy medencét, és akkor milyen, ilyen szigetelés, olyan szigetelés, és akkor még mindig folyik. Érted? Régen meg úgy tudtak építkezni, gondold végig, hogy a kövek közt nem folyt át a víz. Érted? És nem volt köztük kötőanyag. Mert nem kellett. Erre egyébként megvan a technika, hogy hogy csináltak ezt. Tehát én ezt tudom, csak most nem mondom el. Mert ez nem a képzés része. Szóval lényeg az, hogy fejlettebb volt minden szinten a civilizáció az ókorban, mint most, de nem végig, csak olyan 2000-valahány száz évvel ezelőttig volt fejlettebb. És akkor odáig volt fejlettebb, utána lehet nézni egyébként a pontos dátumnak, amikor az alexandriai könyvtárt főgyújtották. Oké? Tehát ott volt a törés. Oké? És meg lehet nézni, hogy ez mikor volt a történelemben az alexandriai könyvtár főgyújtása. És onnantól lett az emberiség elhűítése. Érted? Tehát az ami annyit jelent, gondold végig, hogy az ókorban odáig úgy működtek az emberek, hogy a velük született képességeik azok megmaradtak felnőtt korra. Érted? Tehát mit jelent ez a velük született képesség? Bárki, aki itt a teremben van, vagy engem hallgat, az biztos lehet abban, hogy sokkal, de sokkal jobb képességekkel születtél, mint amit most gondolsz magadról. Oké? Ugye azokat a képességeket gondolod magadról, hogy vannak, amit használsz. Érted? Amit már elfelejtettél, képességet, vagy kineveltek belőled képességet, az azt hiszed, hogy nincs. Pedig a kinevelés, azt tudod micsoda? Az azt jelenti, hogy elnyomták a képességedet. Érted? Tehát nem lebeszéltek róla. Nehogy ezt itt. Hanem egyszerűen fogták, és bizonyos képességeidet elnyomtak. Érted? Ami azt jelenti, hogy azért nincs jelen az a képességed, mert elnyomott állapotban van. Érted? Tehát alszik az a képesség. És minden ember, mondjuk az emberek 99,99%-a az gyakorlatilag sokkal jobb képességekkel született, mint amiről tud. Oké? És általában ez úgy működött, hogy ugye 7 éves korra szépen ezek a képességeid, ezek meglettek keményen ritkítva. Jó? És gondold végig az ókorban azokat a képességeket, amivel született egy ember, azokat a képességeket, azt tovább vitte felnőtt korra. Érted? És mivel tovább vitte felnőtt korra,
ezért például olyan információkat tudott saját magával kapcsolatban, hogy neki mi a küldetése, mi a feladata, milyen energiái vannak, miben tud ugye több energiával rendelkezni, miben tud kevesebb, ha valami kevesebb energia, akkor kellett hozzá a tudatosság, stb. Stb. Ezeket pont tanuljuk ugye a második részben. Hogy ébreszt föl ezeket a dolgokat magadban. Szóval a lényeg az, hogy régen ez automatikusan működött. De odáig, ugye, de mi volt a törés? Hát az, hogy volt egy csata, egy nagy csata, ugye a naprendszerért. A jók és a rosszak között. Tehát addig, míg az emberek vissza tudtak menni, ugye addig, ugye a jók birtokolták a földet. Majd volt egy csata, ahol a jók elvesztették a földet és a naprendszert. Majd a 13. században visszaszerezték. De közben eltelt, hát durván 2000 év. Érted? És a 2000 év alatt sikerült a lentieknek, ugye az emberiség vezetői révén elérni, hogy az emberiség tudatlanná váljon. És ezáltal az emberek azt gondolják, sőt, ugye azt is tanulhatod, hogy sokkal kevesebb a jó képességű emberi lény, mint a múltban. De ez nem igaz, csak gondold végig, hogy az ember úgy működik, hogyha egy szülőt elnyomott mondjuk az ő szüleje, érted? Akkor az a szülő ugyanúgy el fogja nyomni a gyerekét. Legalábbis az esetek túlnyomó többségében. Ezáltal, hogyha egy szülő elkezd valamit rosszul csinálni, érted? Onnantól kezdve az összes többi szülő, nagyszülő, tehát gyerek, unoka, ükunoka, dédunoka, ükunoka, stb. Az mind ugyanazt a hülyeséget fogja csinálni. Érted? Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag végig megy az embereken az, amit az első szülő elront. Érted? Ha közben nem válik valamelyik tudatossá, és nem ismeri föl azokat a hibákat, amit csinál. Ezt úgy is szokták mondani, hogy karma. Világos ez? És a karmát az továbbadja, és a karmát tovább viszik a leszármazottak. És akkor egy olyan világban élünk, gondoljátok végig, hogy volt egy 13. században egy másik nagy csata, ahol visszaszerezték a fentiek, de kaptak egy olyan emberiséget, amely agymosott lett, tudatlan lett. Hát az agymosás az azt jelenti, hogy kimossák a tudást, érted? Tehát az agymosás, még egyszer, azt jelenti, hogy a tudást kimossák. És itt volt 2000 év, ahol kimosták a tudást. De hogy lehet visszaadni a tudást, gondold végig, amikor nincs tudás, illetve nincs leírva sehol, érted? Mert az alexandriai könyvtárat főgyújtották. Érted? Hogy lehet visszaadni? És akkor voltak próbálkozások, ugye itt a történelem során, de ugye nem volt internet. És ezáltal sok helyre nem tudott eljutni a tudás. Most gondold végig, hogyha ugye egy átlag ember hall olyan dolgokról, egy nem átlag embertől, hogy mennyit tudna a saját képességeim változtatni, mennyire tudna másként élni, mint mondjuk a legtöbb ember, akkor az, amelyiknek ezt így mondja a magasabb képességű az átlagos képességűnek, akkor az átlagos képességű a legtöbb esetben
mit csinál? Hülyének nézi a magasabb képességűt. Tehát így elég nehéz volt a történelem során az átlag feletti képességűeknek átadni a tudást, gondold végig, mert egyszerűen Buddhát is nézték hülyének, Jézust is nézték hülyének, stb. Stb. Érted? Tehát ezáltal ugye nem tudtak eljutni mindenkihez, csak azokhoz, akik nyitottak, fogékonyak voltak az ilyen dolgokra. És lényeg az, hogy gondold végig, egy olyan fajta világban élünk, ahol az emberek azt gondolják, hogy ez így mehet tovább. Tehát ez úgy működne, érted, ez a mehet tovább, mint hogy lenne mondjuk egy kerted, és az a terved a kerteddel, hogy megműveled, szépen termelsz benne, kiszeded a gyomot, stb. És akkor egy idő után azt mondod, hogy hát lefütyülöm az egészet, az nő rajta, ami nő, érted? És akkor tiszta gyom lesz az egész kert, érted? És semmi haszna az egésznek, sőt még ugye fertőzi a környékben lévő kerteket is, érted, a rengeteg gyom miatt, és akkor ugye azt mondaná a tulaj, akinek mondjuk eladod, mert csak nyűg a nyakadon az a kert, az új tulaj azt mondaná, hogy jó, hát akkor nézzük meg, mit lehet ebben a kertet csinálni, mondjuk kezdjük azzal, hogy égessük fel az összes gyomot, érted? Ami van a kertben. És lényeg az, hogy ugyanez van itt az a földünkkel is. És nézzük meg, hogy ez az emberiség mire képes, és ha ebből nem jön ki semmi, akkor égessük fel az egészet. Érted? Tehát vagy az emberiség bejut az aranykorba, vagy nagy baj lesz. Érted? Nagy baj lesz. Na most ez a vagy azt jelenti, hogy itt nem lehet más. Tehát ami azt jelenti, hogy mi gondolkodó lények vagyunk, ezért nem lehet más a bolygón, csak az, hogy aranykor. Világos ez? Tehát ami annyit jelent, hogy egy olyan társadalmi formát kell létrehozni a bolygón, ahol az emberek az alapműködésüknek eleget tesznek. Az ember alapműködése az, hogy szeretetben, békében és boldogságban szeretne élni, úgyhogy szeretetben, békében, boldogságban együtt működjön is másokkal. Nem ez az alapműködés? Vagy nem ez lenne az alapműködés? Nem így működnek az emberek sajnos most jellemzően, de ez lenne az alapműködés. Az a jó, hogyha gyűlölködünk. Az a jó, hogyha öljük egymást. Az a jó, hogyha boldogtalankodunk, és boldogtalanságban élünk. Az a jó, hogy nem tudunk együttműködni, hanem haragszunk egymásra, ha együttműködésről beszélünk. Ez a normális. Hát mostani társadalomban valahogy, mint ez lenne a normális. De nem ez a normális, nem? Hanem az lenne a normális, hogy szeretetben, békében és boldogságban együttműködjünk. De ahhoz mi kell? Vissza kell kapni azt a tudást, amivel rendelkezett az emberiség az alexandriai könyvtár előtt. Érted? Tehát az alexandriai könyvtár fölgyújtását megelőzően volt a háború. Oké? Jó? Méghozzá ugye ez csillagközi háború, nem, ne a Földön gondoljátok. Ez ugye a naprendszerért folyt. Szóval lényeg az, hogy nekünk most akiké a Föld és akiké az emberiség, azok olyan lelkek, akik onnan jöttünk. Több okból vagyunk itt, ezt most nem fogom felsorolni, jó? De itt vagyunk. És azért vagyunk itt, mint amilyen régen az ókorban még ez működött, hogy társadalmi szinten az emberek egy rövid élettartam alatt megéljenek dolgokat,
és különbséget tudjanak tenni a jó és a rossz között. Érted? És a jó és a rossz különböző fokozata között is. És ahhoz, hogy ezt megéljük, ugye találkoznunk kell dolgokkal, problémákkal. De ha nincs tudásunk, akkor nem szeretetben kezdünk el működni, hanem pont ellentétesen. De ha az embernek van tudása, akkor is jön egy probléma, akkor mit mond? Azt mondja, hogy na, egy újabb feladat, amit úgy is tudok, hogy meg fogok oldani, mert tudom, hogy hogy kell megoldani. Érted? Tehát amit nem tudsz megoldani, az probléma. Amit meg tudsz oldani, az feladat. Világos ez? A feladat az legrosszabb esetben sem visz rossz hangulatba, de a legjobb esetben egy feladat lelkesít. Érted? Lelkesít. Viszont ha az ember nem tud megoldani egy feladatot, akkor hát eléggé le tud lombozódni. Oké? Szóval azt a tudást akarjuk átadni az embereknek, amivel rendelkezett az emberiség a múltban, ami ahhoz kell, hogy az ember képes legyen ezen haladni, ezeken a lelki szinteken szépen haladni egy élet során, bekerülve az aranykorba, az a hatodik lelki szint a küldetés szintje, hogy elnyomásmentes társadalmi formában, az aranykor az az elnyomásmentes társadalmi forma, tudjon olyan szinten fejlődni, hogy képes legyen a magasabb létformába kerüléshez. De úgy kezdődik az egész, hogy valahova tartozás, hogy az ember valahova tartozik, úgy folytatódik, hogy elismerés, úgy folytatódik, hogy önmegvalósítás, ez mind-mind-mind egy-egy lelki szint. Tehát ami azt jelenti, hogy az ember először egy közösség része, majd a közösségben elismerést ad, és ezért cserébe kap is természetesen, majd a közösségben átadja azt, amit tud, az az önmegvalósítás. Oké? És utána jön az, hogy följutni a küldetés szintjére, magyarul magát a küldetésedet éled már, és akkor kerülhetsz be az aranykorba, és az aranykorba fogjuk megtanulni azt, hogy képesek legyünk olyan fajta együttműködésre, ahol nincs, tehát nincs az, hogy valamit képtelen vagy elfogadni. Érted? Tehát most egy olyan társadalomban élünk, ahol az emberek nagy része képtelen elfogadni dolgokat. Érted? És odafönt nincs olyan, hogy képtelen, olyan van, hogy képes. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy bármire képes, ami a lények javát szolgálja. Érted? Tehát a lények javát szolgálja. Bármire képes. Most az emberek jó lenne, hogyha képesek lennének a lények javát szolgálni. És itt vagyunk mi emberek, és az a jó, hogy van egy csomó ember a Földön, amely nyitott a saját fejlődésére. Érted? És ugye ezt tapasztaljuk, hogy sok ilyen ember van. Tehát mai idő szerint gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a 8 milliárd emberből 3,
azt mondja 320 millió 84-32, az teljesen nyitott a saját fejlődésére. Érted? Az azt jelenti, hogy ennek a 320 millió embernek kellene annyit tanulni, hogy utána szó szerint magával ragadja a többi embert, hogy ők is bekerülhessenek az aranykorba. Mert aki nem kerül be az aranykorba, hát annak sanyarú következő élete lesz. Oké? Nem lesz mobiltelefon. Nem. Nem lesz internet. Oké? Úgy kell majd a vadállatoktól megvédened magadat. De nem egy jó dolog lesz azon a bolygón lenni. Tehát ókori, illetve őskori körülmények között indul el egy bolygó. Érted? Kivétel akkor, ugye, mint ami volt az ókorban, hogy az emberek azért jöttek le ide a bolygóra, hogy egy életben sokkal többet megéljenek, mint odafönt, és tudjanak különbséget tenni a jó és a rossz között, minden szinten. És a jövő az lenne, hogy feljutni a magasabb, visszajutni a magasabb létformába. Hiszen van benned egy olyan lélek, amely valószínűleg sok millió vagy akár több milliárd éves. És ugye amikor az ember visszajut a fenti létformába, akkor az összes eddigi életének a tudását azt megkapja. Oké? És ugye amíg nem emberként működtünk, nem volt megszakítás a tudásodban, csak úgy mondanám. Ugye mert mikor van megszakítás a tudásodban? Amikor a létközi állapotba kerül az ember. Tehát ott megszakad a tudás, mint információ. És ugye, de ha az ember nem emberként működik, akkor a tudás az folyamatos. De nyilván nem olyan intenzív, mint itt a Föld nevű bolygón. Hát ezért van az, hogyha mondjuk sok problémád van, vagy volt az életedben, akkor örülj. Tudod miért? Mert sokat tudsz belőle tanulni. És azt vállaltad, hogy te ebben az életedben sokat tanulsz. Érted? Mert úgy nem lehet följutni a még a küldetés szintjére se az aranykorba bejutáshoz, hogy az ember olyat vállalt be, hogy hát most ne legyenek problémáim, és akkor nincsenek megoldásaim se. És most úgy elúszkálok itt a jelenlegi földi létembe. És akkor én ismerek ilyen embereket, akik úgy elúszkálnak, érted, úgy. De nem is jutnak egyre följebb. Érted? Ráadásul ugye még olyan is van, hogy amilyen szintet töltöttél be az előző életedbe, olyan lelki szintet, olyan lelki szinttel születtél ebbe az életedbe. És még azt is ki lehet deríteni, hogy milyen lelki szintre születtél. Mindenkinél ki lehet deríteni. És akkor ezeket tanuljuk, ezeket a dolgokat. Rendszeres képzéseink vannak, 25 nagy témánk van. A mai témát, amit tartunk, ugye az 8. hónapja csináljuk, 30 óra egy hónap, akkor lehet számolni, hogy túl vagyunk, azt mondja, 7x3, 21, 210 órán. Személyiségfejlesztő kócsképzésünk van, ebben a hónapban befejezzük június 19-ig, tehát még van egy jó pár előadás a személyiségfejlesztő kócsból, és a lehető legkedvezőbb feltételekkel nyújtjuk az embereknek a tudást,
Nem kell itt mindenkinek tanulni, semmi gond nincs ezzel, nem is szeretnénk, ha mindenki itt tanulna. Olyan embereket keresünk, olyan embereket várunk, akik nyitottak a saját szellemi fejlődésükre. És akik itt tanulnak, ők ilyenek, akik nem, ők meg majd esetleg később, vagy hogyha már nem, pedig ismer minket, hát akkor meg így járt, nem mi, ő. Jó? Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen ezt az előadást. Hát most aztán megint jól megkaptuk, hogy milyen gondolatok is jöttek bennem, hogy nem is osztottam meg még sok mindenkivel, de most erről beszélnem kell, hogy mondtam már előtt régebben a Szedlacsik Miklósnak, hogy nagyon hálás vagyok a lelkemnek azért, hogy ebbe az életembe belerakta azt a lehetőséget, hogy találkozhattam vele. Aztán azért vagyok hálás magamnak, mert azt választottam, hogy akkor megyek vele az úton. Mert ez az előadás megint arról szólt, hogy aki találkozik Szedlacsik Miklóssal, az választhat, hogy jön egy jobb úton, vagy megy a pusztulásba avval a világgal, ami már lassan életképtelenné válik. Mert szerintem itt mindenki egyesével választja ki magát, és egyesével dönti el azt, hogy mi lesz a Földnek a sorsa. És nincs olyan, hogy valaki kihúzza magát alól, mert ő egy kicsi, valaki vagy nem érzi magában, hogy minden egyes embernek felelőssége van a jövővel kapcsolatban. És ez nagyon fontos lenne tudatosítani, hogy mindenkinek el kell dönteni, hogy mit akar a jövőben, és nem másokra bízni. Hát egy ilyen döntés elé állítottunk most mindenkit. Végtelenül egyszerű szerintem hozzánk csatlakozni, ugye, Ibolya? Valóban végtelenül egyszerű egyébként. Fönt a YouTube-on lehet találni videókat, és hogyha az megtetszett, akkor ne gondolkozz sokáig, hanem gyere és váljál tanulóvá. Akár eljöhetsz ide személyesen is Budapestre egyébként, vagy a Facebookon nagyon sok PPH-s van, bárkihez csatlakozhatsz, és már tanulóvá is tudsz válni. És valóban Szedlacsik Miklós egy olyan tandíjat szabott meg, ami teljes mértékben megfizethető. És én is azt mondom egyébként, a párom nagyon szépen összefoglalta, hogy a jövőben szellemi és lelki fejlődés nélkül nem fogunk tudni boldogulni. Fantasztikus avval a tudással mai világban élni, amit itt kapunk, mert valóban a Miklósnak olyan akkora tudástára van, hogy nagyon sok képzésen vettünk részt, és amikor ide kerültünk, akkor azt gondoltuk, hogy mi már nem fogunk újat kapni. Hát ez nem így történt, hanem nekem igen furcsa volt, amikor mondta Szedlacsik Miklós, hogy nincs másik ilyen hely a Földön, és most már én is azt tudom mondani, hogy valóban nincs másik ilyen hely, ahol ekkora tudás van, mint ami itt van. És tényleg a Szedlacsik Miklós, amit ő tanít, ő úgy él. Nekem még ez is nagyon fontos volt és szimpatikus. A másik pedig önnek nincsen háttértámogatója, vagyis van, ez pedig a felesége, Szedlacsik Miklós, Marian, Szedlacsikné Marian, és neki a család is, mindenki itt van, és teszi a dolgát azért, hogy nekünk jó legyen, akik itt vagyunk, meg a fentiek. Ez így van, ezt tapasztaljuk, mindenki bólogat többen, hogy valóban mióta ide jöttünk tanulni egyébként, a problémák tényleg feladatté váltak, és valóban megkapjuk azt a megoldást, amivel meg tudjuk oldani. Meg az, hogy nem vagyunk egyedül. Bekerülsz egy csapatba, ott van a mentorod, a tanulótársak, és soha nem vagy egyedül. Mindenki tudja, hogy mi a célunk, együtt működünk. Tehát nincs másik ilyen hely, tényleg. Szóval kívánok mindenkinek jó döntéshozatalt. Még azért elmondom, hogy mennyi a tandíj. Ne lehet, hogy arra kíváncsiak. Szerintem már az a mostani infláció előtt sem volt egy óriási összeg. Ugye az első nap az 19.700 forint, második naptól 9.800 forint jelenleg. Lehet, hogy ez majd emelkedni fog. Igyekezzél, hogy még a tavalyi áron kezdjél el képzésen részt venni, mert ugye akkor 3 évig árgaranciád is van.
Hát ez majd valamikor változik, a jövőben majd meglátjuk mikor. Most 30 perc szünet fog következni. 19 óra 20 perc van, 19:50-től fogjuk a második részt indítani. Ahhoz ugye ki kell lépni a díjmentesből és átmenni a jelenhavi élőre. Mindenkinek jó szünetet kívánok. Köszönjük szépen. Köszönjük.